hogyha valaki valutával fizet az OTP-nél, akkor soron kívül kaphat lakást, sőt, még olcsóbban is. A kérdésnek fele igaz. Azok, akik legalább a vételár 50%-áig valutával fizetnek, azok elsőbséget élvednek. Tele dollár, tele forint, minden más dinár, ez többet ér. OSG, nemzeti helyen, a kamat ér. Jaj, van ám egy nagyon jó hírünk a nemzetiről. Nagyot léptünk előre. A színháznak ugyan még a helye sincs meg, de a kormány biztos már áll. Ciao, ciao, ciao. Én azt mondom, hogy ezeket a szomszédainkat ne zavarjuk most. Ők már sokkal előbbre tartanak, mint mi, legalább 2 órával. Ők már csúcshangulatban vannak. A kárcos út, a végig megyek rajtad én. Eszembe jut egy régi szép emlék. Halló, szegény rétiek! Hát mit szólnak, milyen remek találmány ez a tévéhíd? Pokoli gyanom támadt. Azt mondja, hogy ez egy tévéhíd? Na persze, hogy az. Mi ebben a gyanús? Az, hogy manapság mindenért meg kell fizetni. Mennyi a hitpénz? Semennyi, asszonyom. A televízióban csupán egyszer próbáltak hitpénzt szedni, és annak se lett jó vége. Mit tudhatjuk? Hitpénz. Tessék? Hitpénz. 5 forint. És az mire? Hát a Láncidnak a fejlesztésére. Adott rá. Na most honnan tetszik jönni, mert ha csak a szigetről tetszik jönni, akkor 2,50. Erre emlékszem. Mindegy. Mi lett a megengedett sebességgel? Mi lett volna? Nem engedték meg. Szó, ki, mondás. Kék fény. A rendőrség több diszkóban ellenőrzést tartott, és elkobozta az illegális videókazettákat. Mondanom sem kell, hogy kiválóan működik a belügyi vonal. Százados elvtárs, mi ma a legkapósabb a videópiacon? Erre nagyon könnyű válaszolni. A TV Láncszemek sorozatáról készített illegális másolatok valósággal elárasztották az éjszakai szórakozóhelyeket. Elrettentő példaként említem meg, hogy a múltkor rajta ütöttünk egy videókalózon, aki nem kevesebb, mint 300 kapoi kazettát dobott Borsos Áron piacra. A műszaki értelmiség meg van veszve tőle. Hát azt hiszem, hogy itt is mind a két nézetnek tulajdonképpen a kialakult szituációban igazságtartalma van. És mi jelenleg a legdrágább a piacon? Nem vitás, hogy a 7 összekötő szövegei Sugár Andrástól. Ezekért minden pénzt megadnak. Mindnyájunknak, az egész emberiségnek sorsdöntő, áldásos hetet kívánunk. Kevesebb nukleáris virgácsot, és sokkal több csokoládét a föld gyermekeinek és felnőttjeinek. Következik a hírnév hátterem. Magyarországon az Erzsébet nevet különösen népszerűvé tette Árpádházi Szent Erzsébet. Ő az, akit a festményeken rózsákkal teli kosárral ábrázolnak. A legenda szerint titokban a szegényeknek élelmet vitt, és amikor le akarták leplezni, akkor az élelem illatos rózsává változott, magyarul a jótékonyság, a lelki nemesség megtestesítője. Nyíltan! Nem hajbókolók, gerinces emberek kellenek! Bátra! Super! De én nem csak nézek, én látok. Tartalékszemüvegét tartsa miniszternél. Csak tudnám, hogy hol van az én szemüvegem. A tied nincs a miniszternél, mama, inkább igyál. Na. A fodrásznál azt is mesélték, hogy ez az Erzsébet, amikor ki kellett neki menni, a retiküljét is a miniszterre bízta. Pedig abba volt a pénz. Na persze, akárkire nem bízhatja kis táskáját. Én akkor nőttem föl, amikor volt akinek volt táskája, és nekem csak egy ronyból készített bakom volt. És ugye ez azért mély nyomakat hagy az emberbe, és akkor mindenkinek volt kis táskája. Anyuci!
Mi az a rongyos bakó? Nem tudom, Pistike. Hát kérdezzük meg a parlamentben. Mindjárt mondom. Kérdezz meg a szomszéd bácsitól. Jó. Anyukám kérdezteti, nem tetszik-e véletlenül tudni, hogy mi az a rongyos bakó? Müszi. Köszi. Én azt mondom, kérjük meg a miniszterelnököt. Hát, ha segít nekünk kitalálni ezt a műszit. Ezt nem lehet kitalálni. Én is szeretnék valamit kérdezni. Nem lehetett volna határozottan fellépni ez ellen a vásárlási láz ellen? Ez nagy próbatétel mindannyiunknak. Tetszik nekem ez az anyag. Kérnék belőle. Mennyit parancsol, grószertárs? Az egész véget kérem. Csomagolják be mindent. Köszönöm. A múltkor egy illetékes személyiség azt mondta, hogy csak annyi áldozatot követelnek tőlünk, mintha mindenki egy évvel tovább hordaná rá a téli kabátját. A zaciba. Pistike, ne szólj bele a felnőtt bácsik frappás hasonlataiba. De nekem igenis kellene egy új téli kabát, a régi már elég kopott. Mert nekünk most olyan emberekre van szükségük, akiket az ügy koptat, és nem azokra, akik az ügyet koptatják. Amit Lakatos elvtárs mondott, az egy érdekes és új jelenség, de természetes. És ne feledkezzünk meg az év szenzációjáról, sőt, világszenzációjáról. Egy magyar szexbomba bejutott a parlamentbe. Hát persze az olasz parlamentbe, Staller Ilona, vagyis Cicciolina, a radikális párt színeiben. Övé a szó. Szeretnék az Andreotti helyére ülni. Netán miniszterelnök szeretne lenni. És ha miniszternek mondhatnánk, hogy a miniszter lennék, akkor szeretnék a idegenforgalmi és színházügyi miniszter lenni. Ez itt a barátnőm, Moana Pozzinak hívják, ő is forradalmár, mint én. A szexuális áttörés forradalmárai vagyunk. És most leleplezzük önmagunkat. Felbátorodva Staller Ilona sikerein, meg aztán halván, hogy a magyar parlamentben új szelek fújdogálnak, bejuttattuk a téli ülésszakra a mi saját magyar Cicciolinánkat. Íme a következmény. Szokástól eltérően, hadd tegyem szóvá, hogy sajnos ülnek a képviselők között nem képviselők is. Úgyhogy kérem őket, hogy aki nem képviselő és benül a terembe, az hagyja el a termet. Nagy változások a kormánynál. Kedves jó szegény rétiek, éljenek már ezzel a pompás lehetőséggel, és mondják meg, hogy mit szeretnének látni a Super Bowl-ában. Részemről sportközvetítést. Semmi akadálya, ugyanis csütörtök van, és mi szokott ilyenkor menni a telesportban? Ez hogy lehet megadóztatni? Ugye mindenkinek adóbevallást kell adni, aki a főállásán kívüli jövedelemmel rendelkezik. Ott tételesen fel van sorolva, hogy milyen jövedelem forrással rendelkezik. A környezetemben én is kaptam olyan kérdést, hogy nincs jobb dolgod, hogy a ideológiával foglalkozol most, amikor ki kéne számítani majd, hogy milyen lesz az egyéni adózásod. Mit nem értettünk a múltkor, anya? Tej. Mint az anyatejet, és itt szerepel mindjárt a véradás is, a véradás után kapott térítési díj, adóalapnak tekintjük, de hát nem hiszem, hogy valakinek ebből olyan hatalmas jövedelme lenne, mondjuk anyatejet az ad, aki éppen szülési szabadságon van, gyesen van, nyilván a véradók se adnak olyan hihetetlen mennyiségű vér. Kivéve, ha adóformájában kisajtolják belőlük az utolsó csepp. Az embernek mindössze 12 palackot kell adnia. Ez körülbelül annyi, mint amennyi vér átlagosan az emberi szervezetben van. Az állam speciális állomásokat állított fel kiképzett személyzettel, ahol a vérvételt végzik biztonságosan és hatékonyan. Úgyhogy egy csepp vér se menjen kárba. De hát, ez kétségbejtő. Egy nemzet kétségbeesve képtelen a cselekvésre. És tessék mondani, aggódni szab. Én csak azt az aggodalmat tudom elfogadni, amely határozottságra serkentő. Ezt nem egészen értem. Várjunk. Várunk, 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 és még mindig nem tudjuk, hogy konkrétan mit kell tenni. Azért most már kezdjük sejteni. Elő kell készíteni a kibontakozást. Még akkor is, ha ez nem megy könnyen. Kibontakozás?
Nem hivatkozhatunk a végtelenségig arra, hogy meg van kötve a kezünk. Meg arra se hivatkozhatunk örökké, hogy természeti kincsekben szegény az országunk. Szorgos kutatással felszínre kell hozni a rejtett értékeket. Ha kell, én 10 körömmel is előkaparom. Azt elhiszem, erre bezzeg van eszed. Fontosabb volna feltárni a láthatatlan jövedelmeket. Hát bizony, erre is jó lenne a nyilvánosság. Ha senki sem kapná dugiban a pénzt, a láthatatlan jövedelem is látható volna. Az adótörvény mindenkire vonatkozik. Napjainkban mindenhol a leggyakoribb téma az adózás. Erről kezdődik egy kerekasztal beszélgetés, egy a sok közül. Ön, ha jól vagyok informálva, az adóhivatalnál dolgozik. Milyen? Azt mondják, elég keményen bánik az adóalanyokkal. Rágalom, szeretem az adóalanyaimat, különösen a nagymamákat. Úgy szeretem, hogy majd megeszem őket, kedves Piroska. Köszönöm. Ön ugyebár adóalany. Javítson ki, ha rosszul mondom. Úgy hallom, már alig várja, hogy adózhasson. Rémes. Hát persze nem a mi helyzetünk, hanem ezeknek a rémeknek a viselkedése. Nem tudom, jártak-e önöknél karácsony táján betlehemesek. Minden esetre jövőre már ügyelni kell arra, hogy a gyerekek jövedelme ne legyen adóköteles. A tévé mindent megtett azért, hogy a kedves néző ízelítőt kapjon az adóreformból. Nem érti az új helyzetet? Ne törje a fejét.